Hát mindenkinek gratulálok, aki talált széket magának, és részt vettem a párnákon ülőké, bár van, aki meg a párnát szereti, remélem. Úgyhogy most az ebéd előtti utolsó blokkunk következik. Kovács Eszter munkatársam, akit így eltakartam idáig, a rendezvénynek a főszervezője fogja moderálni ezt a panelt. Foglalkoztatás és szövetkezetek, mi várható? Bevallom, leginkább talán ez a panel, ami legjobban érdekel engem. Eszter alá dolgoztam egy projektbe, és Észak-Magyarországi Szociális Szövetkezeteket interjúztattam, és már ott kétségbeesve számolt be egy Sátoraljaújhelyi Szövetkezetnek a vezetője, és talán a vezető szót jegyezzük most meg, hogy erről is majd egy pár szót ejtetünk, hogy miért van Magyarországon vezetője a szövetkezeteknek, ahol egyenrangúság van, hogy hát a közmunkaprogram rá lesz szabadítva a szociális szövetkezetekre, és akkor vége lesz a világnak. Ilyen dolgokról lesz szó szerintem, és nagyon aktuális és a jövőben várható dolgokról, de senki se ijedjen meg, alapszinten is érthető lesz, tehát el fogjuk mondani, hogy mi az, hogy szociális szövetkezet. Úgyhogy Eszter, én nem is enném el a kenyeredet, ahogy Zsolt mondta reggel, úgyhogy akkor meg is adnám a szót, felkonferáld a vendégeket. Köszönöm. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nem utolsó sorban a vendégeinket. Skultéti Vilmost az OFA Kft-től, dr. Csáki Gyopárt szintén az OFA Kft-től, Patai Vilmos Fidesz országgyűlési képviselőt, illetve Németh Lászlót a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetségétől. És én akkor egy kis összehasonlítással, illetve reakcióval kezdeném. Ugye az előző előadásban azt hallottuk, hogy én sem vagyok jó a számokban, hogy ilyen 5 millió közeli szövetkezeti tag van körülbelül Spanyolországban. Én azt szeretném kérni, hogy feltenni a kezét, aki szövetkezeti tag Magyarországon? Aha. Jó. Hát ez nem olyan sok. Jó. Ugye van egy jelentős különbség abban, hogy mit nevezünk szövetkezetnek, és mondjuk mi az, hogy új típusú, vagyis szociális szövetkezet. 2006-ban egy törvénymódosítással jött létre gyakorlatilag ez a fogalom Magyarországon, részben az OFA Kft-nek köszönhetően, és akkor az első kérdésem most Csáki Gyopárhoz szólna, hogy mire jó az, hogy szociális szövetkezet? Üdvözlöm Önöket, így lehet hallani, amit mondok? Még nem? Közelebb, így. Cseréljenek, és eddig megnézzük. Egy. Hát elég hangosan, meg nagyon közelről. Jó, most jó. Akkor ezt. A szociális szövetkezetekről nagyon fontos elmondani, hogy a szociális szövetkezetek bármilyen furcsán is hangzana most önöknek, vállalkozásnak minősülnek. Ugyanakkor az a nagyon különleges bennük, hogy egyszerre próbálják érvényesíteni a két funkciót, tehát tulajdonképpen van egy piaci lábuk is, és ugyanakkor egy közösségfejlesztő, közösségszervező lábuk. Tehát a különlegesség és az új forma ebbe az található, hogy amellett, hogy a piacra koncentrál, próbál a tagjainak, a tagok hozzátartozóinak, illetve annak a közösségnek, ahol működik, tulajdonképpen ilyen közösségszervező, közösségfejlesztő funkciót betölteni. Ez a kettőség tulajdonképpen meg is határozza a szociális szövetkezetet magát. Nagyon fontos ezt elmondani, korábban mindig megkérdezték tőlem, hogy nem-e pejoratív egy picit az a jelző, hogy szociális, ugye néha Magyarországon azt terjedt el, hogy ez tulajdonképpen valamilyen szinten ilyen karitatív, ingyenes tevékenység, de nem, tehát attól, hogy szociális, ő ettől tölti be a közösségi funkcióját, de ugyanúgy a vállalkozásból él. Magyarországon tulajdonképpen az OFA indította el a szociális szövetkezetek alapításának a lehetőségét, 2007-ben került kiírásra egy pályázat, ahol egyrészt az ötletet támogatta az OFA, tehát olyan személyeket, magánszemélyeket, akik abba gondolkoztak, hogy úgy szeretnének önmaguknak is munkahelyet teremteni, illetve a közösséget fejleszteni, hogy szociális szövetkezetet alapítanak, ők egy ötletet adhattak be, de mindemellett pályázhattak maguk a szociális szövetkezetek, tehát a már megalakult szociális szövetkezetek. Azt gondolom, hogy az volt a nagyon különleges ebbe a
OFA pályázati kiírásba, hogy már az alapítás költségeit is támogatta 500 ezer forintig, tehát tulajdonképpen a magánszemélyeknek ez úgymond nem került pénzbe, hogy ők ezt a közösségfejlesztő, közösségszervező, de ugyanakkor piaci lábakon álló vállalkozási formát választják. Azt nagyon fontos szerintem elmondani, meg szerintem engem meg is erősítenek itt majd ebbe, hogy 7 természetes személy kell, hogy alakítsa. Tehát nagyon fontos az, hogy ők megtalálják a közösséget. Az összes kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális igény is kielégítésre kerülhet. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, hogy ne szűkítsük le. Ez az egyik. A másik, hogy mondok egy olyan meghatározást, ami szerintem nincs nagyon ott a fejekben. Elhangzott az, hogy a szociális az valamilyen negatív konnotációt jelent, és azt gondolom, hogy ezt érdemes egy picit kibontani, hogy mit is jelent. A szociális alatt én azt érteném, illetve a szövetségünk azt érti, hogy egy olyan helyi közösség, amelyikben összefognak a jó helyzetben lévők és a társadalomból kirekesztett rossz helyzetben lévő emberek, ugyanis azt gondolom, hogy életképes szövetkezet csak egy ilyen helyi együttműködésben jöhet létre. És azt szerintem egy tévesztés, hogy 7 munkanélküli ember összeáll, és attól egy működőképes szövetkezet lesz. Tehát, hogy itt nagyon fontos ez a fajta, azt gondolom, hogy helyi társadalomban ez a fajta szolidáris együttműködés. Akkor, amit még így a meghatározáshoz mondanék, hogy szerintem nem gazdasági szervezetként kell értelmezni csak a szociális szövetkezetet, hanem úgy is, mint egy olyan társadalmi modellt, ami a szociális gazdasághoz kapcsolódik. És ez azért lényeges, mert azt gondolom, hogy a jelenleg domináns gazdasági modell, tehát a piacgazdaság, annak olyan hatásai vannak, amik egy fenntarthatatlan fejlődés irányába vezetnek. Tehát a szövetkezet bizonyos értelemben helyi cselekvésben hozzájárul egy fenntartható társadalom működéséhez. És akkor mondom, hogy mik ezek tulajdonképpen. Ugye, vagy mennyire menjek bele ilyen részletekben, még egyelőre mehetek? Jó, mert nem tudom, hogy a kérdések sorában mikor jutunk oda. Tehát akkor mondok néhány ilyen jellemzőt, hogy ugye, ameddig egy piacgazdaságban az individualizmus van előtérben, és az egyéni érdekek, addig azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a szociális szövetkezetben, és tulajdonképpen egy szociális gazdaság szereplőjében, és akkor itt nem csak szövetkezetekre szűkíteném le, a közösségi értékrend a meghatározó. Hogy tulajdonképpen rövid távú érdekek, amik meghatározzák a piacgazdaság működését, hogy ezzel szemben egy hosszú távú érdekes fejlődés legyen a meghatározója annak, ami működteti a szociális szövetkezetet. Azt gondolom, hogy a profit maximalizálással szembe nagyon fontos, hogy a közösségi fennmaradás legyen egy kulcsa az egész szociális gazdaság és a szövetkezeti tevékenységnek. És a szociális ott is bejön, hogy ameddig a piacgazdaság egy csomó igényre nem ad választ, mert hogy nem éri meg piaci alapon. Azt gondolom, hogy, és éppen ezért fontos egy szélesebb értelemben a szövetkezetnek, a szociális szövetkezeteknek az értelmezése, hogy olyan társadalmi igényekre is választ tud adni, amelyek egyébként nem lennének kielégítve. És még egyet mondok, aztán befejezem. Mégpedig egy nagyon fontos, hogy a piacgazdaságnak elidegenítő hatása van a munkára. És hogy azt gondolom, hogy a szociális szövetkezet az azt tudja megteremteni, hogy egy humánus munkahelyet teremt, és egy társadalmi integrációt. Jó, köszönöm szépen. Akkor én most Patai Vilmos kérdezném, igazából nagyon-nagyon sok hírt lehetett azzal kapcsolatosan hallani. Ugye átalakították a szövetkezeti törvényt, és mindenféle híreket lehetett hallani arról, hogy mondjuk a kormánynak mi a terve a szövetkezetekkel, és ugye az aktuális módosítások szerint foglalkoztatási szövetkezetet minimum 500 fő alakíthat, ami első látásra nekem azért eléggé furcsa volt. Mondjuk én is szövetkezeti tag vagyok, és
tudom, hogy eléggé nehéz demokratikus döntéseket hozni, már akár kisebb közösségben is, és nagyon nehezen elképzelhető nekem ez 500 főből, hogy mi volt ezzel a cél, ezzel a módosítással, illetve hogy ön mit gondol arról, hogy mire jók a szociális szövetkezetek, vagy a foglalkoztatási szövetkezetek. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszöntök minden érdeklődőt. Örülök annak, hogy ha ilyen alkalommal találkozhatom érdeklődőkkel is, és elmondhatom, hogy miért gondolom fontosnak, hogy a jelenlegi szövetkezeti szabályozást módosítsuk annak érdekében, hogy Magyarországon is egy Nyugat-Európában már ismert és hát többek által elbeszélt módon működő szövetkezeti rendszer alakulhasson ki és működjön. Talán valamennyien egyetértenek velem abban, hogy igazából az elmúlt 20 esztendő, ha úgy tetszik, egyfajta útkeresés volt, aztán eltévedés, aztán megint egy újabb útkeresése, és ez igaz a szövetkezeti világra is, mert hiszen a korábbi szövetkezeti gyakorlatot, ha úgy tetszik, a politika kategorikusan lezártnak tekintette, új szövetkezeti szabályozást hozott létre 90 után, és el kell mondanom, hogy ebbe a 20 évbe annyi szövetkezeti szabályozás volt, mint az azt megelőző 100 évben soha. Tehát ez is azt mutatja, hogy itt a politika megpróbált lezárni korábbi szövetkezeti gyakorlati folyamatokat, és megpróbált egy új utat keresni. Az, hogy én mikor képviselő lettem, arra vállalkoztam, hogy én ezen a területen fogom magamat aktivizálni, az nyilvánvalóan részemről is, akik velem egyetértenek, egyfajta kritikája a legutóbbi 2006 évi 10-es törvénynek, tehát amelyek a szövetkezetek működését szabályozzák. És egy gondolatra szeretnék az előző véleményformálóhoz kapcsolódni, hogy a szövetkezet tulajdonképpen mi is, hát igazából az is egy gazdasági vállalkozás, csak egészen más keretek között vállalkoznak a szövetkezet tagjai, mint egy gazdasági társaság tulajdonosa vagy tulajdonosai. A szövetkezet az egy együttműködésre, a szövetkezetben a tagok együttműködésre vállalkoznak, hogy együttműködve valamilyen célokat együtt elérjenek, és nyilván kihasználják az együttműködésben rejlő lehetőségeket. És hogy megint közben kérdezek, de hogy ez a szövetkezeti rész, és akkor a foglalkoztatási szövetkezet? Igen, mindjárt rátérek, ezt a gondolatot így be is fejeztem. A korábban használt technikus terminuszokkal szemben én hát nagyon sok segítséggel egy 120 oldalas szövetkezet szabályozási előkészítő anyagot készítettem. Megítélésünk szerint a helyes az lenne, hogy szociális szövetkezetek helyett foglalkoztatás szervező szövetkezetekről beszélnénk, hiszen mi is a szociális szövetkezet? Hát gyakorlatilag, ugye ha itt szóba került már Laci által, hogy a szociális szövetkezetek mi mindent szándékoznak hát tenni a tagjaikért, akkor fontos azt is hát talán így kiemelni, hogy igazából a szociális szövetkezetbe azok lépnek be, akik valamiért kisodródtak a munkaviszony, a munkavilágából. És a szociális szövetkezet nekik próbál egy pályát, egy keretet, egy működési, egy foglalkozási keretet teremteni. A mi véleményünk szerint tehát a szociális szövetkezet, az új foglalkoztatási szövetkezet, valamint a diák és iskola szövetkezetek foglalkoztatás szervező szövetkezetek. Tehát az a közös bennük. Értem. És miért 500 fő? Én ezt nem értem. Igen, akkor most kanyarodok rá arra. Igazából ugye szociális szövetkezetek közé sorolja a jelenlegi szabályozás az úgynevezett foglalkoztatási szövetkezetet, tehát az a technikus terminus, amit én mondtam, hogy foglalkoztatás szervező szövetkezetek kategória még nem létezik, ez
reményeim szerint majd az új szabályozásba tud érvényesülni, mert hogy hasonlóság is van a szociális szövetkezetek működés tartalma és a foglalkoztatási között, de meg lényeges különbség is. Az én megítélésem szerint az új szabályozással megnyílt ugye annak a lehetősége, hogy foglalkoztatási szövetkezetek alakuljanak. Ezek a nevükből is adódóan inkább a tagok részére foglalkoztatás szervezéssel kell foglalkozzanak. Én inkább az iskola és diák szövetkezetekhez tudnám őket hasonlítani. Hogy miért 500 fő? Azért, mert a javaslattal, az ötlettel előálló politikusok ezt javasolták, hogy nemzetiségi önkormányzatok részvételével, hiszen a szociális szövetkezetekben az új szabályozás szerint önkormányzatok is részt vehetnek ezentúl, hogy a foglalkoztatási szövetkezetekben pedig a nemzetiségi önkormányzatok is vehessenek részt. Nem titok, hogy az ötlet a kezdeményező a roma nemzetiségi önkormányzatok irányából érkezett, és az az elképzelésük, hogy ezzel a sok tagsággal lehetőleg minél több tagot szolgáljanak ki szövetkezeti keretben. Tehát ugye a foglalkoztatási szövetkezet, ezt nem úgy kell elképzelnünk, hogy ők munkát szerveznek a részükre, és a szövetkezet kereteiben munkát fognak végezni, hanem ők munkát szereznek önkormányzatnál, vállalkozásoknál, közmunka területén, és ezt szervezik meg a tagságuk részére, olyan szolgáltatást nyújtanak, hogy ne kelljen a tagoknak egyenként egy faluban mindenkinek telefonálgatni, hogy Józsi bácsi, mikor mehetek cukorrépát kapálni, vagy főnök, mikor indul maguknál a címerezés, hanem a foglalkoztatási szövetkezet abban kell segítsen a tagjainak, hogy részükre megszervezi a foglalkoztatást. Az 500 fő valóban soknak tűnhet. A parlamentben nagy kritika is érte, előtte is többször egyeztettünk. Én magam is megpróbáltam a kezdeményezők elmozdítani ettől az álláspontjuktól, mondva azt, hogy baromi nehéz lesz megalakítani 500. De ugye, ha ezt úgy veszük, hogy ez egy országos szövetkezetként alakul meg, és 16-8 megyében, tehát valamennyi megyében lesznek belépők, részközgyűlésekkel alakítják meg, akkor már is elképzelhető, hogy ez könnyebben fog tudni megalakulni. Ez kétségkívül egy nagy kihívás lesz. Ők ezt vállalták. Most kicsit visszatérnék az OFA Kft.-hez, nem tudom, hogy bármelyik ők válaszolhat rá, hogy ez ugyanazt jelenti? Tehát, hogy a társadalmi integráció, meg ez a foglalkoztatás szervező szövetkezetek, tehát, hogy önök is ezt értik a szociális szövetkezetek alatt, illetve, hogy... A foglalkoztatási szövetkezetekkel kapcsolatban nem tudok válaszolni, mivel ez egy teljesen új jogi fogalom és szervezeti forma. Viszont a szociális szövetkezetekkel kapcsolatban igen, tehát én teljesen egyetértek itt Németh László úr és Patai Vilmos úr véleményével, hogy társadalmi reintegráció, közösségszervezés, csak én azért szoktam mindig a vállalkozási lábát is hangsúlyozni, mert anélkül, hogy ő fenntartható piaci tevékenységet nem végezne, mindezt a sok előnyt, amit a szociális szövetkezet úgymond a közösségnek biztosítani tud, tehát a kulturális, szociális sportjuttatásokat nem tudja adni. De igen, tehát a szociális szövetkezetben mi is azt látjuk, hogy képes arra, hogy tulajdonképpen megteremtse az önfoglalkoztatást. És ugye hosszú éves programjai voltak az OFA-nak, akkor még nem Kft. Formájában működött. Mennyire voltak ezek a programok sikeresek? Tehát, hogy mit lehet tudni, hogy nem tudom pontosan, hogy hány szociális szövetkezet volt az OFA pályázatain belül, azt tudom, hogy ilyen 300 valamennyi szociális szövetkezet lehet úgy összességében, hogy hány működik a támogatott? Hány támogatott volt, és hány működik közülük körülbelül? Nem én voltam a programvezető, úgyhogy elnézést, egy kicsit tévedek. A 2007-ben
az alakulást is támogató szociális szövetkezetek esetében végül a 445 beérkezett projekt ötlet után, és az első és második fordulón túljutott szociális szövetkezetek közül 37-et támogatott az OFA. Erre épült tulajdonképpen a Szövetkez 2009, ez egy meghívásos pályázat volt, itt már nem 100%-os támogatást biztosított az OFA, de csak azok pályázhattak, akik korábban az OFA-nál sikerrel pályáztak. Én úgy tudom, a mostani régiós hálózatokon keresztül, hogy körülbelül 80%-a még most is működik ezeknek a szociális szövetkezeteknek, sőt, vannak úgymond nagyon sikeres szociális szövetkezetek, például akik családi napközit működtetnek, vagy mondhatunk olyat is, akik esetleg mondjuk könyveléssel foglalkozik, tehát hogy ők most is működnek, és fenntarthatóan működnek, tehát a kis csírák azok már elindultak. És lehet azt tudni, hogy amelyik működik, az miért működik, és amelyik meg nem, az miért nem? Tehát ugye gyakorlati tanácsok. Okay. Gyakorlati tanácsok. Amit tudunk, hogy igazából nem működik, az tulajdonképpen két okra vezethető vissza, legalábbis ugye a kutatások alapján. Az egyik az volt, hogy tulajdonképpen a tagság nem tudta összeegyeztetni azt a kettősséget, hogy ő tulajdonos is, és ugyanakkor munkavállaló is. Tehát nem tudta elfogadni azt, hogy ő tulajdonos, tehát azért, hogy neki munkahelye legyen, a közösség fejlődjön, az ő környezete, illetve az ő hozzátartozónak is juttatásokat biztosítsanak, azért tulajdonképpen neki is úgymond tenni kell, nem csak úgy, mint egy idézőjelben mondva alkalmazott, tehát tulajdonképpen ő utasításokat hajt végre, hanem ez egy egyenrangú, egységes szociális szövetkezet, ahol a tulajdonosi jogok is megoszlanak. Ez volt az egyik ok. A másik talán arra vezethető vissza, hogy amit említettek, tehát ezt a kis közösségekben nagyon nehéz megtalálni sokszor a piaci rést, tehát azt a piaci rést, ami tulajdonképpen fenntartható ez, mert mindig megtalálható az, amire szükség van, amit sem az állam, sem a magánszektor nem elégít ki, mert nem tartja úgymond megfizet, tehát nem megfizethető számukra, tehát nem, igen, nem rentábilis. Ezt a szociális szövetkezetek felvállalják, és ez egy nagy előnyük, viszont nagyon nehéz tényleg azt megtalálni, hogy ők is megtalálják azt a rést, amivel ők is fent tudják magukat tartani. Én most Németh Lászlót kérdezném először, hogy mint rálátása bíról a szociális szövetkezeteknek a hétköznapjaira, hogy ugyanezt lehet mondani? Tehát, hogy azért nem működnek a szociális szövetkezetek, amelyikek nem működnek mondjuk, mert hogy a tag és a tulajdonos között van egy ilyen jellegű probléma, vagy mert hogy nem találják meg a piaci réseket, mert úgy vidéken az egyértelmű, hogy egy kicsit nehezebb. Ez egy nehéz kérdés, hogy mitől működnek és mitől nem működnek a szövetkezetek. A bejegyzett szövetkezeteknek a száma az 260 szövetkezet, 130 az, aki szerintem működik. Tehát, de ezt nem lehet pontosan tudni, csak ez egy feltételezett szám, és én még szűkíteném, és azt mondanám, hogy amit én meghatározásként elmondtam a szociális szövetkezetre, szerintem az pedig ennek is csak egy olyan 10-15%-a, amelyik e szerint az elv szerint működik. Na most ezt azért mondtam ezeket a úgymond viszonyítási adatokat, hogy egy picit meg lehessen érteni, hogy mi lehet a nehézsége a szociális szövetkezeteknek. Egyrészt azt gondolom, hogy a szociális szövetkezetek alakulása az sajnos nem az elvek mentén, és nem a úgymond társadalompolitikai célok mentén történt, hanem a pályázatok mentén. És a pályázatok mentén alakuló szociális szövetkezetek egy csapdába kerülnek, mert hogy elkezdik azt a logikát követni, amit a civil szervezetek követnek, hogy ameddig pályázati pénz van, addig tartható fenn. Na most igazán a célja és az iránya annak kellene lenni a pályázatoknak, hogy megalapozzanak egyfajta önrendelkező, önfenntartó gazdasági tevékenységet, és a pályázati kiírások nem ezt támogatták. Tehát
Mindenféle szolgáltatásokat igénybe vehettek a szövetkezetek, de sajnos azok, amik a gazdasági tevékenységet megalapozták, amik beruházásra adtak volna lehetőséget, ezek hiányoztak a pályázati kiírásokból, és ezért alapvetően a szövetkezetek forráshiányosan indultak. Tehát akkor nem azzal van a probléma, hogy pályázati pénzekre alakulnak, hanem hogy nem olyan jó a struktúrája? Vagy szükség van pályázatokra, mert esetleg támogatni lehetne még azt, hogy hátrányos helyzetűeket foglalkoztat, tehát hogy mi az álláspontja a szószörnek ezzel kapcsolatosan? Én azt gondolom, hogy pályázat az lehetséges, csak arra kell vigyázni, hogy ne a pályázat logikája határozza meg a működést, hanem a pályázat az egy tudatosan tervezett, mondjuk a gazdasági tevékenységet megalapozó tevékenységet szolgáljon. Tehát én ezt látom nehézségként. A másik, hogy most ez a tulajdonos és munkavállaló nem tudta összeegyeztetni, amit mondott a Gyopár. Erről én azt gondolom, hogy hát igen, tehát hogy egy kultúráról beszélünk. És hogy nagyon fontos, hogy a szövetkezetben meg kell építeni azt a kultúrát, amiben egy demokratikusan működő szervezet gazdasági tevékenységet végez, és a felvezetésben is azt hangzott el, hogy miért van szükség vezetőre. Szerintem rossz a kérdés. Ugyanis nem arról szól a dolog, hogy vezetőre van szükség vagy nincs, hanem operatív vezetésben szükség van leválasztottan arra, hogy döntéseket hozzon valaki. Azokat a pontokat kell megjelölni a szövetkezet működésébe, ahol tulajdonképpen demokratikus döntések szükségesek. De napi operatív döntésekben nem lehet állandóan közgyűlést tartani és közgyűlési döntéseket hozni. Jó, akkor ugyanazt értjük alatta ezek szerint. Jó, tehát, hogy én ezt látom a nehézségeinek a szövetkezeteknek, és a másik az a támogató környezet hiánya. Abban az értelemben, hogy egyenlőre a szövetkezési kultúrában nem indult el az, hogy a szövetkezetek elkezdjenek együttműködni, és elkezdjenek tulajdonképpen a helyi közösségben egy olyan szervező funkciót felvállalni, ahol akár a közösség más funkciójára is választ tudnak adni, és ehhez persze kellene egy olyan törvényi szabályozás is, ami segíti azt, hogy a szövetkezetek azok közfeladatokat tudjanak ellátni. Csak mondom, hogy például meg lehetne oldani azt, hogy a közfeladatok ellátásában a szubszidiaritás elve szerint először helyi szövetkezet végezzen egy közfeladatot, és csak ha nincs, akkor lehessen más szervezetnek vagy szereplőnek belépni. De ehhez kellene a törvényi szándék. Nem tudom, fogunk még beszélni a foglalkoztatási szövetkezetről, mert eddig, ami elhangzott, az számomra röviden nem nagyon elfogadható, majd arra reagálni. Jó. Én igazából szerintem a Gyopárt kérdezném, vagy az Offától bárkit, hogy szeretnétek erre reagálni valamit? Tehát mondjuk pályázati konstrukciók, ezt mondjuk mennyire tudják lefedni? Igen, én csak a pályázati konstrukcióval kapcsolatban annyit, hogy ami az OFA saját pályázat kirása volt, tehát a szövetkez 2007 és 2009 abban lehetett beruházást támogatni. Az OFA ezt fontosnak is tartotta, mindezek ellenére én is úgy gondolom, hogy a szövetkezeteknek az lenne a megfelelő pályázat kiírás, hogyha az ő igényeikre szabva írnák ki, tehát nem a pályázati kiíró elgondolásai szerint. Az, hogy később a társadalmi megújulás operatív programban nem volt lehetőség ilyen típusú beruházásra, ez az uniós pályázati szabályoknak a mentjén alakult. És mondjuk az hogy van, hogy én Miskolc környékén voltam interjúzni egy szociális szövetkezettel, és hogy így ott döbbentem rá, hogy ők gyakorlatilag egy KFT voltak előtte, és csak azért alakultak át szociális szövetkezetté, mert volt egy éppen aktuális pályázati lehetőség. Tudom, hogy egy pályázati kiírásban ezt nagyon-nagyon nehéz kiküszöbölni, de hogy mégis mondjuk a jövőbeni pályázatoknál, és akkor akár ide is fordulnék, hogy lesz valami módosítás ezzel kapcsolatosan? Nem gondolom azt egyébként, hogy önmagában az egy hiba, hogyha valamelyik szervezet afelé fordul, ahol a boldogulását látja. Tehát ez önmagában nem kizáró tényező szerintem. Na most az OFA-nak a jövőbeni szerepét abban próbáljuk megfogalmazni, hogy támogassa a vállalkozásokat, és pedig abban, hogy megtalálják azokat az utakat, amin keresztül boldoguljanak. Önmagában az OFA szerepe annyiban változik a jövőben, hogy
hogy a támogatásoknak a közvetlen csatornázásáról áttér arra a formára, ahol a támogatás maga nem a pénzbeli juttatást jelenti, hanem olyan fajta módokat és módszereket, amelyekkel ezeket a vállalkozásokat és a szociális szövetkezeteket is támogatni képes. Ennek megfelelően az OFA-nak a jövőben az is feladata, hogy a regionális szervezetét erősítse, és ezt fogjuk most megtenni. És pedig azért, mert a regionális szervezeteken keresztül jutunk sokkal közelebb a szociális szövetkezetekhez is. Tehát nem a központot, a központi rendszereket kívánjuk a továbbiakban bővíteni. Az pedig, hogy a rendszerben, és erre szerettem volna reagálni, hogy az állami szerepvállalást, vagy a központi szerepvállalást, vagy azokat a szerepvállalásokat, amit korábban valamilyen minisztériális, vagy valamilyen központi szerv végezte, azokat át kellene vennie a szociális szövetkezeteknek, egy kicsikét furcsálom, és pedig azért, mert ezeket a szerepeket sosem fogja tudni átvenni. És pedig azért sem, nem csak azért, mert maga ezek mennyire profitabilisak vagy nem profitabilisak, hanem azért, mert ezeknek reménytelenné válik akkor a bármiféle finanszírozása. Azt gondolom, hogy már most is a szociális szövetkezetek kapcsán olyan vita alakult ki, amelyik egy kicsikét kezd partalanná válni, azt gondolom, és pedig azért, mert ennek a szociális szövetkezetnek önmagának is rengeteg olyan vetülete van, adózási, juttatási, támogatási, fenntarthatósági kérdései, amelyeknek a további kibővítése az elég sok agályt jelent, és ezeknek az útvesztőknek, a irányoknak a megadásában lehetne nagy szerepe az OFA-nak a jövőben. Mindjárt vissza fogunk térni még a foglalkoztatási szövetkezetekhez, csak előtte hagyj kérdezzem meg, hogy van esetleg szociális szövetkezet a hallgatóságban, vagy aki, igen, olyan, aki OFA pályázaton részt vett, olyan nincs. Jó. Akkor ezzel kapcsolatosan nem tudok. És miért nem? Később alakult, ezt hallottuk. Jó. Akkor a Patai Vilmar szeretett volna hozzászólni még előtte. Igen. Hogy miért is alakult így, ahogy alakult. Én hasonló véleményen vagyok, hogy a pályázati források megszerzése lehetett egy cél. De ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a pályázat kiírás az rossz, hanem ez egy, ha úgy tetszik, pótcselekvés. Tehát azt gondoltuk, hogy ha ezt tesszük, akkor az egy helyes út, miközben igazából nem ezt kellett volna tennünk, hanem a forrást, mint lehetőséget látni, de nem úgy, mint elkölthető lehetőséget, hanem mint a továbblépés lehetőségét. És én ezen kívül még meg szeretném azt is említeni, hogy igazából az a mikrokörnyezet, ami egy szövetkezet, egy szociális szövetkezet megalakulása után ott helyben körülveszi, hát az sem volt arra felkészítve, hogy emberek, vagy vezetők, vagy döntéshozó helyi politikusok, itt most van egy ilyen kezdeményezés, ezt illene az elején egy kicsit pátyolgatni, egy kicsit szeretgetni. Ez mégiscsak a mi kezdeményezésünk, és ez a mi partnerünk, hiszen mire szövetkeztek azok az emberek? Arra, hogy a perifériára szorult, kisodródott, a munkavilágából kisodródott embereknek egy pályát teremtsenek. Hát nem ezzel kilódik az önkormányzat mindenütt, dehogy nem. És ennek ellenére én nem tapasztaltam azt, hogy az önkormányzat akár a szolgáltatás terén, akár az anyagi javak előállítása terén bármiféle partnerséget is nyújtott volna. Ezért fontos volt az a javaslat, ötlet, hogy támogató tagként vegyük be a szociális szövetkezetekbe az önkormányzatokat, adhassanak földet, adhassanak eszközöket, adhassanak kvázi munkát, és ami még egy fontos dolog, ami ugyancsak a működésképtelenség körülményeinek a vizsgálatánál megállapítható, hogy ugye itt szóba került, hogy piaci réseket, ugye szolgáltatás terén, vagy valamilyen anyagi javakat előállítva piaci réseket találni. Hát kérem szépen, akkor, hogyha a szociális szövetkezet mondjuk ilyen óvodai, tehát olyan fajta szolgáltatásokat talált, vagy szolgáltatási réseket talált, amelyeknek ott megvan helyben a piaca, fizetőképes piaca,
azok nyilván azért tudnak működni. De mi van azokkal, akik valamit előállítottak? Annak is megvan a piaca? És ez az, amit én egy nagy problémának látok az elmúlt időszakban, és tulajdonképpen amikor én a szabályozás előkészítésére ezt a szövetkezeti rendszerfejlesztő tanulmányt sok-sok segítővel összeállítottam, az egyik legnagyobb különbségnek látom, hogy a rendszer szerű működésre nem tett kísérletet se, meg se fogalmazta azt az igényt a korábbi jogszabályalkotó, hogy a szövetkezeteknek rendszer szerűen kell működni, a szövetkezeteknek együtt kell tudni működni. Nem tud önmagában egy gyengébb munkaerővel, a munka világából kicsúszott emberekből fölálló szociális szövetkezet azonnal versenyképes produkcióval odalépni a piacra. Hát ha ezt tudna, az egy csoda lenne, ugye? Tehát nem tud. Tehát muszáj valamilyen támogatási körülményt teremteni. Most, amikor csak egy példát hagyd mondjak, hogyha előállítanak zöldséget vagy almát, hát ha elmennek a többiek piacára, ott baromi nehéz lesz. De hogyha azt mondja a helyi önkormányzat, hogy szuper, amit csináltok, és az itt előállított zöldséget, az itt előállított almát vigyük be az iskolai étkeztetésbe, vagy a egyéb felnőtt étkeztetésbe. Ezért már is egy olyan segítséget tudok nyújtani, amit egyébként önmagától nem tud megszerezni. Tehát én ezzel szerettem volna még kiegészíteni a korábban elmondottakat. Köszönöm. Először Németh Lászlót hagynám reagálni, aztán Vida Viktor munkatársam, mert nagyon türelmetlen, és szeretne kérdezni, hozzászólni. Mármint mire reagáljak? Az előbb elhangzott egyrészt a foglalkoztatási szövetkezetekkel kapcsolatosan, igen. Jó. Itt akár ez az önkormányzat is, tehát hogy mennyire legyen tagja akár önkormányzat a szociális szövetkezeteknek, foglalkoztatási szövetkezeteknek, jó? Jó. Mondanám, hogy most nem a szövetség véleményét mondom, egyszerűen azért, mert nincs egyeztetve. Most a saját szociális szakember szövetkezetfejlesztő véleményemet mondom a foglalkoztatási szövetkezetről. Ugye a képviselő úr azt mondta, hogy miért 500 erre a kérdésre? Hát mert az előterjesztők ezt terjesztették elő. Értem. Mutyi. Tehát nem tudok mást mondani. Szeretném a saját álláspontomat abban az értelemben kifejteni, hogy egy kicsit távolabbról kezdem. Állampolgárként én mit várok a képviselőktől? Egyrészt azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a képviselők azok valamiféle közpolitikában a jó kormányzás elvét képviseljék. Nekem a jó kormányzás elve azzal függ össze, hogy úgy gondolják végig a társadalmi működését, amiben esélyegyenlőséget teremtenek, amiben a szolidaritást működtetik, amiben a demokratikus működést támogatják. Azt gondolom, hogy ha megnézzük a foglalkoztatási szövetkezet szabályozását, ennek az összes elvnek ellentmond. Tehát, ha jól végig gondoljuk, akkor ez az összes szövetkezeti elvnek ellentmond. Nem elfogadható válasz az, mert a beterjesztők ezt mondták, hogy 500 fő. Szakmai vitát folytattunk előtte, és a szakmai vitában elmondtuk azt, hogy bárki alakított 500 fős szövetkezetet, hisz nincs felső korlát beépítve a törvénybe. Miért kell az állami kényszert működtetni? Ezt a kérdést tettük fel. Na most ez csak egyéni érdekek miatt lehet, egyéni hatalmi érdekek miatt, hogyha ezt a törvényhozáson át lehet vinni. Én azt gondolom, hogy ez így nincs rendben, és tulajdonképpen nagyon problémás, hogy egy ilyenfajta törvényi szabályozás jön létre. Ugyanakkor mondjuk ki nyíltan, és ugye ez elhangzott, hogy tulajdonképpen itt a romák vannak megcélozva. Azt gondolom, és elnézést kérek a képviselő úrtól, de ezt kell, hogy mondjam állampolgárként, ez egy rasszista törvényhozás. Rasszista törvényhozás abban az értelemben,
hogy olyan helyzetbe hozunk hátrányos helyzetben élő embereket, ami tulajdonképpen másoknak is nagyon nehezen megugorható, és olyan követelmény van eléjük állítva, amiben nem lehet 500 fős szövetkezetet működtetni. Tehát azt gondolom, hogy ezt meg kellett volna akadályoznia a parlamenti törvényhozásnak, hogy egy ilyen szövetkezeti törvény módosítás történjen. Mondok még egyet. Ezt tulajdonképpen a jelenlegi szabályozásban egy paternalizmusba csomagolt hűbéri rendszer. Tulajdonképpen nem fog más történni, mint hogy rabszolgaként 500 főt foglalkoztatnak bizonyos szövetkezeti rendszerben, ami maga az abszurditás. És ebben a helyzetben tulajdonképpen hátrányos helyzetben él, mert ők vannak megcélozva, hátrányos helyzetben élő emberek még hátrányosabb helyzetben lesznek hozzá, és egy olyan függőségi rendszerben lesznek beforgatva, ami elfogadhatatlan. Én azt gondolom, és akkor hadd tegyek hozzá valamit, most a szövetség álláspontját, hogy a törvényhozás miután ezt a helyzetet hozta létre, ezért azt gondolom, hogy a szövetségnek nincs más lehetősége, mint megpróbálni elérni, hogy a törvényhozástól függetlenül a szövetkezetek úgymond egy jó állami politika szerinti működést érjenek el, és az önrendelkezés és önfenntartás felé menjenek el a piaci réseket megtalálva. A kollégám itt mondja, hogy a mondat végét nem lehetett hallani. Elnézést. Hát csak azt a lényeget mondtam, hogy oda jussanak el a szövetkezetek, hogy önrendelkezők legyenek és önfenntartók, tehát hogy tudjanak leválni az állami rendszerről, és azt a célt szolgálják, ami a szövetkezet igazi célja egy társadalomban. Jó, szerintem Patai Vilmos megkérném akkor, hogy reagáljon erre. Könnyű helyzetben vagyok, illetve hát egy kicsit nehéz helyzetben. Könnyű helyzetben azért, mert amit itt hallottunk, és amit egy páran megtapsoltak, az természetesen egy álláspont. De hát ugye akik nem tapsoltak, vagy akiket nem hallottunk, az egy másik álláspont. A politika valahol... Elnézést, végigmondhatná? Bocsánat. Igen? Tehát azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a politikusoknak egy erénye lehet, egy jó tulajdonsága lehet, hogyha kellő toleranciával hallgatják meg mások álláspontját, ismerik meg mások véleményét, az egy jobb körülményt teremt a diszkózusra. Tehát valószínű, hogy ebben az esetben is igaz az a vélemény, hogy valahol a politika a kompromisszumok művészete. Azaz, milyen kompromisszumok művészete? Az eltérő vélemények, eltérő nézetek, eltérő javaslatok figyelembevételével egy döntés hozása nyilván kisebb vagy nagyobb csoportok érdekeit szolgálva, és nyilván a fő célt adott esetben társadalmi, gazdasági, politikai célt. A vitatott kérdés azért is érdekes, mert bár a jelenlegi szabályozás szerint a foglalkoztatási szövetkezetek, szociális szövetkezetnek minősülő szövetkezetek, tehát Laci ilyen szempontból, mint a Szociális Szövetkezetek Országos Tanácsának egyik vezetője, nyilván érintettnek is érezheti magát, de én azért azt el szeretném mondani, hogy nagyon jó lenne azoknak a véleményét is meghallgatni. Itt most nincsenek jelen valószínűleg, vagy ha igen, akkor majd felszólalnak, akik a foglalkoztatási szövetkezet létrejöttének, vagy létrehozásának a pártján állnak. Egy elvi kérdés. Véleményem szerint nem vitathatjuk el senkitől, hogy olyan eddig nem gyakorolt szövetkezeti tartalmat, vagy szövetkezési formát, vagy szövetkezeti célt hozzanak létre, és ehhez kérjék az állam támogatását, mert hiszen ez is valahol a szövetkezés jogát csorbítaná, nem kicsit, nagyon.
Tehát Laci, ezt gondold végig, amit az előbb mondtál, hogy igazából, amit te mondasz, te elveszed egy bizonyos csoporttól, valakiktől, akinek más véleménye van, azt a jogát, hogy ők arra szervezzenek szövetkezetet, amit mondjuk a foglalkoztatási szövetkezet névvel lehet illetni. Azt hiszem, hogy a közös... Bocsánat, köszönöm az szépen. 500 fő. Köszönöm szépen. Az 500 főn, igen, én elmondtam, és a Laci is tanúsítja, amikor náluk jártam ez ügyben, hogy én is soknak tartom. De elfogadtam, hogy az előterjesztők, akik ezt a javaslatot megpróbálták érvekkel alátámasztva megvédeni, elfogadtatták velem is, másokkal is, hogy az 500 fő kezelhető. Nem tudom, a jelenlévők tudják-e, hogy takarék szövetkezeteknek ma kötelezően minimum hány tagja kell legyen? Bocsánat, szövetkezetekről van szó. Oké. Tehát az, hogy 7 fővel lehet létrehozni, az ugye a különböző szövetkezeti szakágazatonként változhat. Tehát elő lehet azt írni, hogy ez több legyen. Spanyolországban 3 fővel. Spanyolországban? Ugye három fővel. Három. Más országban 10 fővel. Tehát ebben is lehet eltérés. Egy országon belül is lehet eltérés. Nem tudom, hogy ha a foglalkoztatásból indulunk ki, akkor ha összehasonlítjuk egy másik foglalkoztatás szervező szövetkezeti típussal, a diák szövetkezetekkel, miért nem fogadjuk azt el, hogy ez is lehet egy olyan speciális foglalkoztatás szervező szövetkezet, mint ahogy a még munkavilága előtt lévő gyerekek, fiatalok számára szervezik, hogy ne egyenként kelljen a Tesco-ba menni, pénztárosnak jelentkezni, ne egyenként kelljen ide-oda bekuncsorogni magát, hanem kap egyfajta szolgáltatást. Azt hiszem, hogy most már nem kerületem meg, hogy bevonjam a közönséget a demokrácia jegyében. Szerintem én azt kérném, hogy legyenek rövidek és tömörek a hozzászólások, illetve egyértelműek a kérdések. A Vide Viktor munkatársam már a legeslegelején jelezte, úgyhogy először neki fogom odaadni a mikrofont, és szerintem a kérdéseket azt egyrészt gyűjtsük össze, tehát hogyha kérdések, akkor azok menjenek körbe, a hozzászólások azok pedig meg legyenek rövidek és tömörek. Jó, nekem nagyon rosszak az élményeim a diák szövetkezetekkel kapcsolatban. Az édesanyámnak a párja, van egy bankár barátja, ez a bankár a mai napig a sápot megkapja a diák szövetkezeti tagsága után. El tudjuk képzelni, hogy mennyit keres ma Magyarországon egy bankár, és a kedves kis csóró diákok, akiknek most már ugye egyre drágább a diploma, azért dolgoznak, hogy egy szövetkezet, hát ugye érezzük, hogy mennyire demokratikus és jó dolog, hogy ő neki még a bankár fizetéséhez jusson. A diák munka szövet... Igen. A diák munkaszövetkezetek lehet, hogy fantasztikusak, mert a tanulás mellett nem kell rohangálni munka után, de azzal is jártak már a 90-es évektől, hogy nem lehetett munkát találni, tehát ha lettek volna élelmes, öntevékeny diákok, hogy találjanak munkát, nem találtak, mert a diák munkaszövetkezetek begyűjtötték a maguk szervezettségével azokat az állásokat, amiket a piacon meg lehet találni. Említettem, hogy jártam észak-magyarországi szövetkezeteknél, voltam Perkupán, Kovács műhelyben, ahol cigányok dolgoztak, voltam Hidas-Németiben, ahol faáruval foglalkoztak. Nagyon jó a két példa. Nézzük meg azt, hogy tekint az állam, az emberek, és maguk a szociális szövetkezetek arra, hogy mi az, hogy szociális szövetkezet. Az állam, szerintem az OFA-nak a kutatásából is kijött, ha jól emlékszem, de elnézést, hogyha olyat tulajdonítok önöknek, amit nem mondtak. Az állam hol for profit cégként kezeli a szociális szövetkezeteket, amik ők nem tudnak megfelelni neki ilyen elvárásoknak, mert egy kicsit mások, ezt önök is elmondták a kiváló hozzászólásaikban, hol civil szervezetnek tekinti őket, aminél viszont megint mások. Tehát a szociális szövetkezet se nem for profit cég, se nem civil szervezet, és a magyar állam, minden kormányzat
szervetlenül átvett nyugatról egy ottani szerves hagyományban kikristályosodott valamit, ami a szövetkezet, vagy a szociális szövetkezet, és azt megpróbálták, mennyire tipikus a rendszerváltás, hányszor láttuk, azt megpróbálták átvenni a magyar viszonyokba úgy, ahogy van. És innen átjutunk ahhoz, hogy az emberek mit gondolnak a szociális szövetkezetről. Mindenhol azt hallottam, hogy nagyon nehéz elfogadtatni a szociális szövetkezetek termékeit, szolgáltatásait, mert az emberek mit gondolnak a szociális szövetkezetről. A szociálisról azt gondolják, hogy adományt várhatnak tőle. Teljes zavar van a fejükben, hogy szociális, akkor majd ők is malacot osztogatnak, mint ugye a kormány megbízott. A másik a szövetkezet, ami ugye a lakosság egy jelentős részében egy komcsi trükkre utal. Hát azok vették el a magyar embertől a földet, a TSC-k, és jönnek itt a szövetkezettel. Azt gondolom, hogy nem a szociális szövetkezet szót kéne lecserélni, hanem az államnak aktívan, meg az önkormányzatoknak segítenie kéne abba, hogy az állampolgárok gondoljanak valami pozitívat, vagy informálni őket, vagy úgy segíteni ezeket a szociális szövetkezeteket, hogy pillanatokon belül el tudják adni magukat az embereknek. És nézzük a harmadikat, magukat a szövetkezeteket. Két tipikus megjelenési formája van a szociális szövetkezetnek. Az egyik, ami egy már működő for-profit vállalkozás úgy dönt, hogy számára kedvező átalakulni szociális szövetkezetté, mert pályázhat, vagy könnyebben tud foglalkoztatni. Tehát nem arról van szó, hogy egyenrangú felek szövetkeznek valamire, hanem hogy egy létező for-profit cég, ahol van egy főnök és néhány beosztott, az úgy érzi, hogy neki anyagilag megéri átalakulni szövetkezetté. Ez volt mondjuk Hidas Németi. A másik a Perkupa, egy civil szervezet, ott például tipikusan cigányokat segítő kiváló civil szervezet. Úgy érzi, hogy neki megéri átalakulni szövetkezetté, de nem lesznek igazi szociális szövetkezet. Mind Hidas Németiben, mind Perkupán azt láttam, hogy van egy főnök. Nem egyenrangú felek szövetkezése, akik beleteszik a vagyonkájukat a szövetkezeti tagságukba. Kicsit jobban bevonják őket a döntéshozatalba, mint egy átlag cégnél, de nagyon messze vagyunk attól, ami papíron, nyugaton és Magyarországon is az, hogy mi az, hogy szociális szövetkezet. Viktor, igen, és én itt le is lőném magam egyetlen egy dolog, hogy a kérdés az, hogy van-e párbeszéd ezekkel a szociális szövetkezetekkel? Tudja az állam azt, hogy ők mit akarnak, mik az igényeik? Ehhez igazítjuk a szabályozást, mert 500 főt nem fog tudni akárki beledelegálni egy foglalkoztatási szövetkezetbe. Akárhányszor egy mondat, akárhányszor kérdeztem a szociális szövetkezetek, hogy de hát mik az értékek, amik mentén önök szerveződnek, és itt annyi mindent elképzeltünk az interjú kérdés összeállításakor, egyetlen egy válasz volt mindig, a foglalkoztatás. Munkát adni embereknek, akiknek vidéken tipikusan nincs, vagy szakmát. Ugye az üdvözülés szinte egyetlen útja vidéken sok helyen, hogy egy szociális szövetkezet ad nekem valami szakmát, ami nekem nincs, és esetleg még segít abba is, hogy külföldre elmenjek, és ott kapok majd állást. Kérdésem az, hogy innentől kezdve mi az a novum, hogy foglalkoztatási szövetkezet, ha minden szociális szövetkezet a mai napig első és legelső helyen, és szinte kizárólag a foglalkoztatást jelöli meg értékként, célként, amit ő be akar tölteni, akkor ez nem egy kicsit fából vaskarik ez a foglalkoztatási szövetkezet? Nekem az jutott eszembe azonnal, amit a civil szervezetekkel Viktor. A kormány képviselt, hogy közhasznú civil szervezetek, és majd a kormány megmondja, mi az, hogy közhasznúság, és akkor udvari civil szervezeteket ki tudunk alakítani, akiknek mi kegyesen megadjuk a közhasznúság címkét. Köszönöm szépen, elnézést! Először akkor még tudom, hogy nagyon-nagyon sok ember szeretne egyszerre kérdezni. Igen, egy reakciót szeretnék az OFA-tól hallani, akár ezzel kapcsolatosan is, hogy mondjuk van-e valamilyen párbeszéd, mert én tudom, hogy van párbeszéd a regionális központok és a szociális szövetkezetek között, illetve hogy akkor bármi egyébre. Igen, ez a kutatásban valóban így van, hogy kijött, hogy tulajdonképpen a szociális szövetkezeteket egyrészt for-profit vállalkozásnak tekintik, de van olyan rész például a közhasznú szociális szövetkezetet, ami ugye elvileg non-profit. Úgyhogy szakmailag mi tulajdonképpen azt javasoltuk, hogy valami olyan jogi formát próbáljanak kitalálni és elfogadtatni, ami hibridként tekint rájuk, tehát hogy mind a két funkcióját be tudja tölteni. Az OFA, mint szakmai támogató testület tulajdonképpen a szociális szövetkezeteket segítette abba, hogy ez az elfogadó jogszabályi környezet, amire így többször szó esett, hogy minél inkább kialakulhasson, így jogszabálymódosító tervezeteket is
előkészítettünk, mindezt a szociális szövetkezetek javaslatai alapján, amit a régiókban dolgozó kollégák gyűjtöttek. Többek között azt gondolom, hogy itt ez egyik nagy probléma, hogy a szociális szövetkezetekre tekintenek úgy, akik szociális szolgáltatást is nyújtanak, ugyanakkor többszöri előterjesztés után sincsen arra lehetőség, hogy a szociális szövetkezetek normatívát hívjanak le. Ami viszont nagyon jó dolog, és ennek nagyon örülünk, hogy ez módosításra került, hogy a szociális szövetkezeteket jelenleg a törvénymódosítás után úgymond illetékmentesen lehet bejegyezni, tehát legalább ez a teher úgymond beesett róluk. Ugyanakkor bízunk benne, hogy a többi úgymond módosítási javaslatunk is majd nyitott fülekre talál. Így képviselő úrral sokat beszélgettünk, akár számviteli adó, akár adó jogszabályok módosítására, úgyhogy bízunk abban, hogyha egy elfogadóbb jogszabályi környezet, egy támogatóbb jogszabályi környezet jön létre, akkor a COFA szakmai szolgáltatásával, a SZOSZÖV támogatásával ezek a úgymond beépülnek a szociális szövetkezetek a köztudatba. Jó, Viktor, akkor egy kis segítséget kérnék tőled a mikrofonnal. Én a Soltész Anikót szólítanám meg először, aki láttam, hogy jelentkezem, mert tudom, hogy nagyon sok tapasztalata van szociális szövetkezetekkel. Viktor, arra. Én azt gondolom, hogy jó az, Batai úr, hogy ön van nekünk a parlamentben. Még jobb akkor lenne, ha egyetértenénk abban, hogy a foglalkoztatás az annyira fontos nemzeti ügy, hogy nem lehet kétharmados, erősebb kutya jogán történő törvényhozással megoldani, és alapvető érdekünk fűződik ahhoz, hogy minél több véleményt becsatornáztassunk egy ilyen döntésnél, mint a foglalkoztatási szövetkezet. Hogy ez a jövőben így legyen, szeretnék egy a miért nem működnek a jelenlegiek kérdéshez hozzászólni. Talán az még nem hangzott el, ami egyben kicsit aláássa a foglalkoztatási szövetkezetek létjogosultságát, hogy ahol nem működik, ott azért nem működik, mert humán erőforrás problémák vannak 7 ember között is. És hiába mondja ön, hogy más az, ha 20 ember jelenik meg a Tesco-ban pénztárosi állásra, de ha nem ismerik egymást, és nincs, aki garantálja, hogy egyik sem csinál semmi rosszat, vagy nincs, aki azt mondja, hogy melyik jobb a másiknál, mert Németh Laci kedvelt szavaival élve őt képessé tettük arra, hogy jobb legyen, akkor ez nem vezethet sikerre. Még két dolog volt az ön mondani valójában, ami nekem szemet szúrt. Az egyik az, hogy ez egy nemzetiségi javaslat. Vagyunk itt a teremben páran, akik már megpróbálták a roma foglalkoztatást többféleképpen segíteni. Nekem az a tapasztalatom szerte a világban, hogy sikeres felkaroló projektek csak a romák és nem romák összefogásából jöttek létre. Tehát önmagában az egy roma foglalkoztat még egy romát történet nem fog működni akkor sem, ha fölösleges pénzeket fogunk kidobálni a szociális szövetkezetek létrehozására, mert ettől félek. Tehát az a hosszú távú orientáltság egyik hátulütője az, hogy megpróbálunk lenyúlni pénzeket, amelyeknek semmiféle hosszú távú tartalma nincs. Még nem ítélkeznék a mostani szociális szövetkezetek fölött, de félő, hogy nem lesz idejük a kezükbe venni a sorsukat. 500 ember meg nem is tudja. Tehát én arra szeretném kérni... Arról beszélek, csak arról. De szociálisan működő foglalkoztatási szövetkezetről beszélek, amibe kár pénzt tenni, mert nem működhet jobban, mint ahogy az öntevékeny szociális szövetkezetekbe érdemes, a felülről szervezettekbe nem érdemes, mert nincsen garancia arra, hogy jobban tudnak bármit, mint a helyben működő munkaügyi központok, foglalkoztatási paktumok, tehát azok a szervezetek, amelyek ott vannak, és mégsem tudják
a foglalkoztatás gondját megoldani. Ezt szerettem volna elmondani. Egy rövid reakció, jó, mert annyira sok kérdés van, hogy egyszerre nem fogja tudni összegyűjteni így a reakciókat, úgyhogy... Köszönöm szépen, tényleg igyekszem rövid lenni, mert látom, hogy nagyon nagy az érdeklődés egyébként. Ezt kifejezetten örülök neki, mert ez azt jelenti, hogy ez a téma, ez egy nagyon fontos, sokkal fontosabb annál, mint ahogy azt esetleg politikusok egy része gondolja. Aki nem gondolja, annak az jöjjön el ilyen fórumokra, és akkor nyilván találkozik. Tehát én azt érzem a hozzászólásokból és a véleménynyilvánításokból, hogy az új szabályozással és az új szabályozás kapcsán felmerült vitáknál nem kristályosodott ki mindenki előtt, hogy egy teljesen másfajta szövetkezeti tartalomról, keretről, működési keretről van szó a foglalkoztatási szövetkezet esetében, mint a szociális szövetkezetek esetében. Azért kellett egy új elnevezést adni ennek, és ahogy ezt mondtam, ezt úgy is lehetne mondani, hogy az egyik a diák szövetkezet, azaz az iskoláskorú gyerekek részére szervezi a munkát, a foglalkoztatási szövetkezet pedig lenne a felnőttek, de azok részére, akik kiszorultak a munkaerőpiacról, részére szervezi a munkához való jutást. És ilyen szempontból, én ezt korábban is elmondtam Laciéknál, semmiképpen ne tekintsék konkurenciájuknak, mert egy szociális szövetkezet, az kérem szépen alkalmas arra, hogy egy szolgáltatás csoportra szerveződjön, és a tagjai részére az ahhoz, a szolgáltatás nyújtáshoz való lehetőséget teremtse meg. Hát gondoljunk itt például az óvodai keretek, vagy az óvodai tevékenységre létrejött szociális szövetkezetre. Egy másik esetben pedig nem valami terméket állítanak elő, begyűjtenek gombát, zöldséget termesztenek, és így tovább. Tehát én azt arra szeretném felhívni a kritizálók figyelmét, hogy azt ne felejtsék, hogy egy teljesen más célra, tartalomra létrejött szövetkezetről van szó. És azért mondtam az elején, hogy most ugyanezt szociális szövetkezetnek hívják az iskola és diák szövetkezeteket is, és a foglalkoztatási szövetkezeteket, de az új törvényben mi pontosan annak érdekében, hogy külön választódjék, úgy fogalmazunk, hogy foglalkoztatás szervező szövetkezeti típusok. És ebbe lesz három. És még egy utolsó gondolat a disznó bankár ügyében, fölháborító. De kérem szépen, jól van ez így? Jól van ez így, amikor a munkaerőpiacon kétféleképpen lehet közvetítést csinálni. Munkaerő közvetítést. Az egyik egy vállalkozást hozok létre, én mint tőkés, pénzt teszek be, és aki nálam jelentkezik, a kiközvetítem, és annak a hasznából élek, megsápolom őket. De normális dolog az, amikor ugyanezt megcsinálom szövetkezeti keretek között? Hát nem normális dolog. Hát ezért mondom azt, hogy az új szövetkezeti törvénynek olyannak kell lenni, hogy ilyen álszövetkezetek ne alakulhassanak ki. Én most iskola szövetkezetről beszéltem, bocsánat. Viktor, tehát Viktor, gyakorlatilag az új szövetkezeti szabályozásnak azt biztosítani kell, hogy ilyen disznó módon működő szövetkezetnek nevezett működések ne lehessenek. Ne lehessen azokat a gyerekeket, hogy mondjam, egy bankárnak, senki másnak. Azt csinálják, ha akarják folytatni a munkaerőközvetítést, KFT-RT formájában. Jó. Itt van egy úr, aki már nagyon régóta jelentkezik, az eleje óta. Hello. Ez a tervem. Igen, hát mondjuk azt szerintem az jobb ez így, köszönöm, mert hogy nem fogjátok tudni megjegyezni. Tehát, hogy Bálint utána Gergely még vagyok. Az ebédszünetben lehet beszélgetni, tehát, hogy senkiben nem marad benne. Tisztelt képviselő úr. Én nagyon nagy híve vagyok a bizonyíték alapú döntéshozatalnak. Azt szeretném megtudni, hogy mely bizonyítékok szolgáltak önöknek arra, mely hatástanulmány, humán vizsgálat, amely alapján önök, a döntéshozók másod
osztályú vagy másodvonalbeli állampolgároknak tekintik azokat, akiket be akarnak terelni a foglalkoztatási szövetkezetek keretei közé. Ön emlegette itt a másodosztályú árut, ugye nem annyira jó az áru, miért nem veszik igénybe az állam segítségét? Tehát vannak ezek szerint olyan állampolgáraink, akikről eleve feltételezik, hogy csak másodosztályú áru előállítására képesek. Másrészt feltételezik, illetve tudják biztosan, hiszen erről döntést hoztak és indoknak használják föl, hogy léteznek másodosztályú piacok. Ilyenek az iskoláink, a szociális intézményeink és az óvodáink. Tisztelt képviselő úr, arra kérem, hogy tegye hozzá nyilvánosságra ezeket a bizonyítékokat, amely alapján erre a döntésre jutottak. Jó. Akkor erre reakció szerintem először. Azt kérném, hogy rövidek legyenek a reakciók, és akkor tudjuk tartani ezt, hogy kérdés-válasz, mert így viszont konkrétak lesznek a válaszok, igen, hogyha egyből. Én ebből a véleménynyilvánításból is azt érzékelem, hogy amit én korábban a foglalkoztatási szövetkezetekről, mint így vitatott működési formáról, a hozzászóló nem értette meg, vagy nem akarja megérteni, hogy én amikor a foglalkoztatási szövetkezetről beszéltem, hogy akkor miről beszéltem. Akkor, amikor a szociális szövetkezetekről beszéltem, és azt mondtam, hogy amennyiben azok valamilyen anyagi javak előállításával foglalkozzanak, valami terméket, amit termelnek, akkor ott nyilvánvaló, hogy nem arról van szó, hogy a kukacos almát kell odaadni, nem arról van szó, hogy a rohadt zöldséget, ez csak ön mondja, én ilyet nem mondtam. Menjünk tovább, jó? Viktor? Hátra is vigyünk egy mikrofont. Valaki jelent. Tessék. Azt hiszem, hogy röviden. Rendek Sándor vagyok, Szolnok megyéből. Közösség és vidőkfejlesztőnek apostrofálom magam. Részese voltam annak idején a szociális szövetkezetek előkészítésének. Elvégeztem a szövetkezeti mentoráló képzést. És úgy ott hagytam, ahogyan kellett, mert kiderült, hogy a szövetkezet helyett mindenki KFT-t gyárt. Tehát ismerem a régi történetet is. Itt az itten elhangzó polemiából én a kompromisszumból szeretnék kiindulni. Azt gondolom, hogy tehát a jelző szerkezetnek tekintem a foglalkoztatási vagy a szociális szövetkezetet, nem a szociális, meg nem a foglalkoztatási, hanem a szövetkezettel van a baj. A szövetkezet elsősorban egy polgárképző strukturális intézmény, ahol a gazdasági ember, a politikai ember, meg a társadalmi ember valamilyen módon a polgári státuszhoz szükséges képességei szintjét kellene, hogy elérje. De most nyilvánvaló, hogy Magyarországon a megkésettségi ügyeink miatt modernizációs folyamatokra van szükség. Ez, amit ön itt felvázolt szövetkezet, foglalkoztatási szövetkezet ürügyén, a szakemberek számára ez egy központosított modernizációs törekvés. Ha jól belegondolok, hogyha meg tudnánk mondani a különbséget, hogy mi a különbség egy állami munkaerő közvetítő vállalkozás, meg a önök által felvázolt jelenlegi foglalkoztatási szövetkezeti koncepció között, azt hiszem, hogy nagyon nehezen lehetne megtalálni a különbséget. Mert a szövetkezeti résznek a funkcióival a világon senki nem foglalkozik. Én azt szeretném javasolni, hogy a modernizációra szükség van. Még azt is értem, mert ebben benne van az is, hogy egyrészt a fekete gazdaságot szürkíteni kell, vagy netán még fehéríteni is, be kellene vonni azokat a mezőgazdasági ilyen-olyan alkalmi munkákat, stb. Teljesen normális és tökéletes a dolog, de azt az öntevékenységet, azt a szellemi erőt, azt a kapacitást, amit már az itt jelenlévők többsége 20 éven keresztül azért próbált akármilyen társadalmi viszonyok között is a maga progresszív módján kezelni. Ezt nem lenne szabad kizárni ebből a rendszerből. És zöld utat kellene engedni, nyilván legyen egy felülről lefelé irányított modernizációs folyamat foglalkoztatás terén, és ráadásul nem is a foglalkoztatással van a baj. Magyarország leghátrányosabb helyzetű térségeiben önmagába véve kettős probléma van. És csak az egyik probléma a foglalkoztatási lehetőségek hiánya.
az alapvetőbb és nagyobb probléma a foglalkoztathatóság, hogy vannak-e olyan emberek, akik képesek olyan típusú értéktermelésben, illetve hozzáadott értéket létrehozni, ami gyakorlatilag valami módon elosztható javakat termel majd a mi számunkra. Tehát nagyon-nagyon nagy szüksége kell, hogy legyen ennek a kormánynak, meg minden kormánynak arra, hogy azokat a társadalmi tőke alapján pénzbe, jóval kevesebb pénzbe kerülő helyi erőket próbálja mozgósítani, akik egyébként ebben a dologban, itt, mint kiderült, tülekedve, most bocsánat, tehát aktivitás, társadalmi részvételt kikövetelve akarnak részt venni. És ebben szeretnénk egy közvetítő kompromisszumot, mert itt lehet érzékelni nyilvánvalóan, hogy szóval én is a nem tapsoló közé tartoztam, maradjunk ennyibe. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Jó. Erre reakció, vagy lehet, hogy menjünk tovább egy kicsit, még egy. Jó. Akkor ki szeretne a. Köszönöm. Én Patai Vilmostól szeretném megkérdezni azt, hogy azt mondta, hogy az előterjesztők meggyőzték önt érvekkel, hogy miért 500 fősnek kell lenni ezeknek a foglalkoztatási szövetkezeteknek. Ezeket az érveket szeretném hallani, hogy köszönöm. Induljunk ki abból, hogy a foglalkoztatás szervezésre való szövetkezés az egy alternatíva biztosítása azok részére, akik munkát keresnek. Hiszen, ahogy itt elhangzott kritikaként, kritikai észrevételként, a munkaerő közvetítést egyrészt az állam is foglalkozik, másrészt pedig, ahogy említettem, ugye vállalkozások is foglalkoznak vele, akik embereket kiközvetítenek. Miért nem volt az probléma eddig, hogy szövetkezet nem volt, aki ilyet fölvállalt volna? És most van egy csoport, nevezetesen egy nemzetiségi önkormányzati csoport, aki azzal a javaslattal áll elő, hogy legyen lehetőség a jövőben foglalkoztatást szervezni szövetkezeti keretek között. A tagok részére. A tagok részére. Na most, ha az indokokról egy párat, nyilván nem fogom tudni az összes indokot felsorolni, de nem is gondolom, hogy ha egyébként szükség van, akkor nyilván be fogom szerezni névjegykártyán, az elérhetőségem meg lesz, és meg fogom osztani önökkel. De csak egy párat megemlítek. Ugye feltehetőleg nem az fog történni, hogy a munkát keresők saját maguk létrehozzák a szövetkezetet, és utána úgy, mint ahogy eddig is, nekiállnak telefonálgatni, és megpróbálják saját magukat elhelyezni. Hanem induljunk ki abból, hogy az lenne a célszerű, ha az elhelyezkedés segítésébe valami kis profizmus tudnánk belevinni. Ami azt jelenti, hogy lenne akár alkalmazottként, akár saját tagságból olyan személyek, akik alkalmasak arra, hogy fölhajtsák a munkákat, letárgyalják a munkavégzés feltételeit, az odautazás feltételeit, a fizetés feltételeit, és így tovább. És a konkrét kérdésre az a válaszom, hogy teljesen természetesen, ha 500 fős szövetkezet alkalmaz egy fő erre alkalmas személyt, akkor 500 főnek kell eltartani annak az egy főnek a költségeit. Ha 20 fős szövetkezet alkalmaz egy olyan személyt, aki alkalmas arra, hogy tárgyalóképes, telefonon tárgyalóképes, személyesen van megjelenése, el tudja intézni a többiek helyett a feltételek kialkudozását, akkor kérem szépen 20 embernek kell eltartani azt az egyet, mert az nem fogja ingyen csinálni. Köszönjük szépen! Köszönöm. Megpróbálom röviden. Én egy 19 települést tömörítő, úgynevezett bihari határmenti kistérségi társulást képviselek, és védelmembe szeretném venni foglalkoztatási szövetkezetet, mégpedig azért, mert sok hozzászólást hallottam, de feltehetőleg nem ismerik a törvénynek a szövegét, amelyet április 10-én fogadott el a parlament.
ez egész konkrétan azt tartalmazza, hogy a foglalkoztatási szövetkezetek azok közfoglalkoztatottakból kerülnének ki, már pedig jelen pillanatban a közfoglalkoztatottak olyan semmitmondó munkákat végeznek, hogy takarítják a városoknak az utcáit, csatornáit, egyebeket. Konkrétan volt alkalmam látni, hogy amit összeszedtek szemetet, utána kiborították, hogy legyen mit feltakarítsanak, mert nem tudnak más formában munkát biztosítani az önkormányzatok. Egy pillanat, hadd fejezzem be, jó? Tehát ez a foglalkoztatási szövetkezetnek az lenne a lényege, hogy ezek a közfoglalkoztatók a továbbiakban ne utcát seperjenek, hanem például nem stadiont építsenek, uram, én tisztelettel meghallgattam önt. Tehát ezek az emberek ugyanez közfoglalkoztatás keretében például állatokat tenyésztenének a faluhelyen teljesen üres istálókba, amiket egyébként a roma kérdés kapcsán ürültek ki, növényt termesztenének, erre létre kellene hozni valami felvásárló szervezeteket, és ami az 500 főt illeti, lehet a számokon vitatkozni, de miután önkormányzatoknak van erre kizárólagos lehetőségük, hogy ilyen foglalkoztatási szövetkezetet létrehozzak a meglévő közfoglalkoztatottakból, uram, bárki létrehozhatja, de a közfoglalkoztatottság szó benne van a törvényben, úgyhogy ezt ajánlom az ön figyelmébe is. Tehát ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy azok az emberek, akik termelő tevékenységet végeznek a továbbiakban a személyszállítás meg a személytakarítás helyett, ezért nem sok pénzt, de valamennyi pénzt kapnak, miközben a munka világába visszavezetik őket, miközben állatot tartanak, miközben növényt termesztenek. Erre kell egy nagyon komoly szervezet, nagyon komoly apparátus, erre kellenek profi szakemberek, erre kellenének egyetemek és egyéb is intézmények, akik ezt lehetővé teszik. És még egy fontos dolog, ezek a szövetkezetek két évig... Hogy is mondják, tehát nem közkereseti, hanem tehát nem profit orientált szövetkezetként működhetnek, ez is benne van a törvény szövegében. Egy mondattal visszatérve a szociális szövetkezetre, van alkalmam nekem is ismerni, komoly támogatásokat vettek fel, nem az OFA-tól, hanem a TÁMOP-tól például 27 millió forintot heten, és nem csinálnak belőle semmit. Azért... A legnagyobb baj az, hogy a szövetkezeti törvény, ami alapvetően egy gazdasági társulási forma. Abba belevettek szociálpolitikát, így jött létre a szociális szövetkezet, ami a szövetkezeteknek egy speciális, ez is így benne van a törvényben, a szociális szövetkezeteknek meg egy speciális szövetkezeti formája a foglalkoztatási szövetkezet. Én gazdasági szakember vagyok, ez így egy agyrém. Nem lehet összehangolni a szociálpolitikát a gazdasági tevékenységgel és az értékteremtéssel. Már csak pár percünk, egy rövid korrekció, hogy önkormányzat csak tagja lehet a jogszabály szerint, nem az önkormányzat alakítja a foglalkoztatási szövetkezeteket, hanem tagja lehet önkormányzat. Most azt szeretnénk javasolni, hogy ne érezzék hanyagolva magukat a többi vendégünk se, hogy van-e olyan, aki nem Patai úrhoz szeretne kérdést föltenni, mert akkor szeretném őket is. Tessék. Én vagyok az egyik, aki pályázott az OFA 2007-es pályázatán. Mi első körben nyertünk, második körben azért bukott meg a szociális szövetkezet ötletünk, mert hogy a jogszabályi környezet akadályozta meg, nevezetesen, hogy családi napközi létesítésére szociális szövetkezet nem hívhatja le az állami normatívát. Az aktuális helyzettel nem vagyok tisztában, hogy ez azóta sikerült átverekedni, de én azt vártam volna a közreműködő szervezettől, hogy ezekben a hiányosságokban ne egyenként kelljen a szociális szövetkezeteknek a törvényhozása felé fordulni, hanem úgymond a döntéshozóknál ezt keresztül tudják vinni. Akkor először engedje meg, hogy arra reagáljak, hogy most sem lehet normatívát igénybe venni azoknak a szociális szövetkezeteknek, akik családi napközit működtetnek. Ennek egyetlen akadály, hogy a költségvetési törvényből hiányzik a szociális szövetkezet. Ugyanakkor
az OFA 4-szer csatornázta be és terjesztette elő ezt a javaslatát, hogy a szociális szövetkezetek is kapjanak lehetőséget arra, hogy normatívát lehívhassanak, vagy úgy, mint ahogy a non-profit szervezetek, vagy 100%-ban, akár úgy, mint a gazdasági társaságok, vagy 30%-ban, egyszer sem sikerült elfogadtatni. Tehát az OFA gyűjti ezt is. Terjeszt. Hát teljesen rövid leszek, engemet az érdekelne, hogy a civil szervezetek, bárhogy hívjanak szövetkezetet, nem vehetnek részt alanyi jogon a szövetkezet alapításban, működtetésben, holott a professzionalizmusról nagyon sok igényel hangzott, és például azokra a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokra is, amelyeket civil szervezetek, körülbelül 700 működik ilyen az országban, teljesen jól működtetnek. Utolsó megjegyzés, van egy olyan érzésünk, civil szervezetben dolgozom, hogy cél a civil szervezetek megszüntetése, azt szeretnénk, ha nem lenne ez a cél. Várunk erre választ, hogy inkább ilyen? Jó, akkor viszem tovább. De... Köszönöm a lehetőséget. Olán Károlynak hívnak, és engedjék meg, hogy egy pár szóval. A civil szférából jöttem, Nógrád megyéből. Én egy kárpáti cigán származású magyar állampolgár vagyok. Nagyon sok hozzászólónak a véleményével egyetértek. Többek közt egy hölgyé, ott a szélén, nem tudom most a nevét megjegyezni, hogy a cigányok, maradjunk ennél a szónál, én szeretem ezt a szót. A cigányok Magyarországon ma, sőt Európában sem az integrációt nem fogják tudni megoldani egymaguk. Ahhoz kellenek szükség van, hanem cigányokra. Mikor minket egy civil egyesületet létrehoztunk egy kis településen, Nógrád megyébe, 1200 fős település, 70% a cigán származású lakos, megalakítottuk az Együtt a közjóért egyesületet. Vegyesen cigányok és nem cigán származású emberek. Akkor elhatároztuk, hogy mi is lépni fogunk munkahelyteremtés, munkahely létrehozása teremteni, nem tudunk, mert nem vagyunk, nem istenek vagyunk. De, és láttuk azt, hogy majd valamikor ez be fog következni, a civil egyesületünk kezdte el a munkahely létrehozását. Múlt évben 13 főnek, 13 családnak hoztunk munkalehetőséget létre, állami erdészettől kaptunk munkát. Nem igaz, hogy nincs munka. Nem igaz, hogy nem akarnak dolgozni az emberek. Olyan munkát kell, olyan értékteremtő munkát kell a magyar állampolgároknak. Most az nemzetiség, most minden dologra tekintet nélkül, hogy ki hol tartozik, mert nagyon sok ember most eléggé rossz helyzetben van Magyarországon. Mindenkinek lehetőség kell arra, hogy munkát találjon az adott környezetben. Legyen az település. A probléma minden térségi szinten változik. Nem ugyanaz a probléma Nógrád megyében, mint Borsodba vagy Hevesbe. Az, hogy felülről meghatározunk valamit, az nem biztos, hogy Karancságra majd 4-5 év múlva érkezik le. Mi tudjuk, hogy mi a probléma. És képviselő mondta, hogy nincs támogatás, nincs segítség. Ezzel nagyon egyetértek. Elsőnek kellett volna lenni a önkormányzatnak, aki támogassa a mi tevékenységünket. Nem támogatta. 13 embernek a munkahelye megszűnt. Azért, mert nem tudtunk tovább lépni. Februárban kilincseltünk azért állami szinten. Államtitkárokat kerestünk, minisztériumokat kerestünk, és senki még válaszra sem éltetett minket. Nem az, hogy a továbblépést kellett volna, egy hónapot kellett volna áthidalni. A szociális szövetkezetekkel kapcsolatban másfél évvel ezelőtt egy elég komoly anyagot küldtünk miniszterelnök úrnak, az egyik főtanácsadójának. Ezt az anyagot továbbgondolásra alkalmasra találta. Ebben szó van a szociális szövetkezetekről, a helyi szinten keletkezett problémákról, hogyan kell kezelni. És leirányítottak államtitkári szintre. Nem fogadtak minket. És másfél év múlva, március 10-20-án a parlamentbe bejelentik, hogy újra indulnak a szociális szövetkezetek. Más feltételekkel. Van arra, hogy dolgozunk, én tudom, én büszke vagyok a munkámra, a üzleti világban dolgoztam. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Magyarország nemzeti lobogóját a Kossuth téren arra a zászlórúdra húzzák fel, amit cigány emberek készítettek. Köszönöm szépen.